balliberálisok után Miskolcon a Fidesz is civil polgármester jelölt mögé bugik. Néhány héttel ezelőtt feltűnt egy magát lokálpatriótának nevező új miskolci polgármester jelölt Tóth Szántai József, és alig néhány héttel el, és kiderült, hogy tulajdonképpen a Fidesz-KDNP beállt mögé. Azt gondolom, hogy ezt a mutatványt, ezt a bábszínházat egyszer már láthattuk Miskolcon 2019-ben, amikor a jelenlegi polgármester Veres Pál, aki valóban egyébként nem tagja egyetlen pártnak sem, azt mondta, hogy ő egyébként független, miközben egyébként a pártok, a balliberális pártok egyértelműen felsorakoztak mögé, és tulajdonképpen az ő általa megjelölt önkormányzati képviselőjelöltek szinte kivétel nélkül pártemberek voltak. Azt gondolom, hogy ezt akkor is etikátlannak tartottam, és most is etikátlannak tartom. Én is azt gondolom, hogy ez nem más, mint a miskolciak megvezetése. Azt is tudni kell, hogy azért Miskolc város irányításában elsősorban a közgyűlésnek van szerepe. A közgyűlés a legfőbb döntéshozó szerv, tehát nem a polgármester egy személyben irányítja a várost. Éppen ezért meghatározó az, hogy ott a képviselők azok milyen pártszínekben ülnek az adott testületben. Pontosan látszik az, hogy hatalomtechnikai szempontból, tehát nincs különbség a Fidesz és a balliberális pártok között. Pont ezért van szükség Miskolcon is egy harmadik útra a helyi politikában, amit a Mi Hazánk mozgalom képvisel.